A Freedom House legújabb elemzésében a demokratikus államokat rangsorolta. A jelentés értelmében Magyarország az Európai Unió legkevésbé demokratikus országa, de Románia is csak 84 pontot ért el a 100-ból. Az egész világon mindössze két ország ért el a 100 pontot, Finnország és Svédország. Ennek a jelenségnek a miértjeit elemezzük a következő percekben Salat Levente egyetemi tanárral, politikatudományi szakíróval. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Köszönöm a meghívást. Nos, hogyan értékeli a jelentést? Hát nézze, ugye nyilván nem örültem ennek a helyezésnek, de ami a dolog lényegét illeti, nem lepett meg. Én munkai kötelezettségeimből fakadóan követem ezeket a jelentéseket több éve. Mi több, összevettem két másik hasonló demokrácia indexel, amelyeket egyrészt a stockholmi székhelyű IDEA International nevű agytrözt állít ki összeméretű gyakorisággal a Freedom House-hoz viszonyítva, ugye ezek évente megjelenő jelentések, illetve van egy nagyon érdekes másik hasonló mérés, amit a rangos londoni The Economist lapnak az Intelligence Unit nevű kutatóközpontja végez időről időre, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a trendek azok nagyon hasonlóak. Tehát lehet vitatkozni azon, hogy egy ilyen mérés az megbízható-e, milyen mértékben tükrözi a dolgok állását, de hogyha ugyanazzal az instrumentummal elvégzett mérések állnak rendelkezésre évről évre, tehát és idősoros adatok alapján látjuk azt, ami történik, abban már nem igazán lehet kételkedni. Ugye itt ami igazán megrázó a magyarországi teljesítményben, az a nagyon drasztikus visszafejlődése, úgymond a demokratikus folyamatoknak, amit ez a mérés tükröz. Egyébként milyen mutatók szerint fogalmazódik meg az értékelés, milyen módszertan szerint, főleg, hogyha rálát különböző fajta kutatásokra? Igen, hát nézze, ez az a dimenziója, ahol a vita partalan is lehet akár, mert nincs a szakirodalomban egyértelműen elfogadott definíció arra nézvést, hogy mi a demokrácia, hol kezd és hol ér véget. Ebből a partalannak bizonyuló vitából kezdett kifejlődni egy ilyen kísérlet sorozat az 1960-70-es években, aminek az volt a lényeg, hogy félretették azt a kérdést, hogy mi a demokrácia, és elkezdték mérni. Most a mérésnek a módszertana nagyon változatos, ennek a három eszköznek, amit röviden említettem, nagyjából az a lényege, hogy ezek indexeket készítenek, tehát összeállít, eldöntik, hogy melyek azok a főbb dimenziói a kérdésnek, amelyeket tükröznie kell a mérési adatoknak. Néhány, tehát itt egészében véve tulajdonképpen két nagy komponense van a történetnek. Az egyik komponens az a politikai versenynek és a politikai hatalomgyakorlásnak a néhány mutatója, a másik fele pedig a kérdésnek a szabadságjogoknak a mutatója. Most ami az első felét illeti, itt olyan dolgokról van szó, hogy mennyire szabad és egyenlő a politikai hatalomért folytatott verseny, mennyire kiegyensúlyozott a hatalomgyakorlás, tehát hogy van-e civil kontroll a politikai hatalom intézményei, szereplői fölött. A másik része pedig hát értelemszerűen a szólásszabadsággal, gondolatszabadsággal, gyülekezési szabadsággal, tehát ezekkel a szabadságjogokkal függelnek össze. Ezek azok a dimenziók, amelyeket aztán különböző indikátorok segítségével mérnek, és az eredményeket összerakva kapjuk meg ezeket a skálákat. Ugye a Freedom House az egy 100-as skálán méri az eredményeket, a stockholmi IDEA az egy 10-es skálán, az Intelligence Unit pedig az egy 0-tól 1-ig terjedő skálán méri az eredményeket. Most ezeken belül tehát mind Románia, mind Magyarország teljesítményét elég jól lehet követni. A nagy változás, ami meglepetés volt tehát, és amit a Freedom House jelentése is kiemelt, hogy Magyarországban az események nagyon látványosan dinamikusak. Az elmúlt 10 évben Magyarország 22 pontot veszített a 100-ból, tehát miközben 2010 tájékán még 90 tájékán volt a teljesítménynek, innen zuvant le a 72-re. Ki lehet ezt teljeszteni valamilyen módon a közép-kelet-európai dimenzióra, az, ami Magyarországon történik ilyen látványosan? Ugye Lengyelország sincs távol ettől a történettől ilyen szempontból. Nézzem, minden bizony
jogos az a felvetés, hogy Kelet-Európában történt valami az elmúlt 25 évben, aminek a lényegét röviden fogva úgyis meg lehet fogalmazni, ezek az országok kaptak egy nagy esélyt 1989-ben, amivel nem tudtak megfelelő módon sáfárkodni, és most egyre több baj ugye jön, tör fel a felszínre. Én azt gondolom mindazonáltal, és ezek a jelentések is végül is ezt a dolgot hangsúlyozzák, hogy itt nem túlzás a demokrácia globális válságáról beszélni, tehát noha a helyzet alapvetően nagyon jó, és az elmúlt 20 évben tulajdonképpen nagy optimizmus volt a szakmában ezt illetően, ugyanis nagyon látványosan, dinamikusan terjeszkedett a világban a demokrácia. Mai napig is azt lehet mondani, hogy az országoknak az országok számát tekintve közül 70%-a a világ országainak demokratikus berendezkedésű államnak számít, és ezekben az országokban a világ népességének a 60%-a él, lakik, tehát ilyen szempontból a dolog ígéretes, jól alakul. 100 évre visszamenőleg ezek a trendek folyamatosan növekedő trendeket mutattak. Az utóbbi 10 évben viszont történt valami a világban. Elkezdődött ez, amit backslidingnak neveznek, tehát egy ilyen lecsúszás, visszarendeződés. És ugye a legérdekesebb az, hogy közel sem szorítkozik ez a dolog a közép-európai térségre. Tehát ez lett volna a következő kérdés, tehát hogy itt amennyiben volt egyfajta nem tudás a sáfárkodás vonatkozásában, nem tudtunk amit kezdeni ezzel a lehetőséggel. Olyan társadalmakról is beszélünk, ahol nagyon komoly hagyománya van, politikai kultúrája a demokratikus gyakorlatnak, és mégis úgy tűnik, hogy valamilyen módon ez elcsúszik. Ott mit mondanak az okokról? Egyesek azt mondják, hogy hát így természetszerűen rendelkezik az emberiség valamiféle törzsi feelinggel, ami olykor előtör és felülírja azokat a játékszabályokat, amelyek a társadalmunkat, az országainkat megszervezik. Ugye hát itt azért, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, rögtön Amerikára kell gondolni. Ugye Amerika másik nagy példája annak, hogy ott is valami baj történt, a demokrácia gépezetébe homok került. Törökország ugye egy másik fontos példája. Ugye hát a török demokráciának a története ugye ez egy kicsit összetettebb, bonyolultabb, de elég, hogyha itt megállunk a példáknál. Most a kérdés lényegére térve, hogy mivel magyarázható ez a dolog, hát itt ez egy rendkívül érdekes kérdés, engem ez nagyon foglalkoztat, sajnálom, hogy itt nem tudunk a részletekre kitérni. Tulajdonképpen ugye itt magával a demokráciával van alapvetően nagy baj, itt ugye engedje meg, hogy idézzem Churchillt, ugye van ez a hát nagyon népszerű mondás a demokráciát illetően, amit Churchillnek tulajdonítanak, noha ezt már Arisztotelész is mondta annak idején, hogy a demokrácia a legrosszabb kormányzási forma, az összes többit leszámítva. Tehát amit úgy kell érteni, hogy messze nem tökéletes a demokrácia, de hát annál jobb nincs. Na most a helyzet az tehát, hogy a demokráciához nagyon-nagyon régtől kezdve problématudat fűződik, a demokráciával sok baj van, nehéz a demokráciát egyrészt definiálni, nagyon sokféle hát hibrid rendszer van, ami azt mondja magá, hogy demokrácia, de tulajdonképpen nem. De a legnagyobb probléma az, hogy a demokratikus hatalomgyakorlás az nagyon költséges, nagyon fáradtságos, időigényes, erőforrásigényes, és az szokott lenni valami, az emberek belefáradnak. Tehát vannak ilyen elméletek is, hogy tulajdonképpen a demokrácia rátér társadalma kb. 2 generáció után kezdik megismerni a demokratikus válság jeleit. Nekem egy fantasztikus dolog, számomra egy fantasztikus dolog volt felfedezni, hogy tulajdonképpen ezek a válságjelek már a klasszikus görög demokráciában is benne voltak. Tehát a klasszikus görög demokráciában, ugye, ami nem szabad egy az egyben párhuzamba állítani a eltömegesedett nagy társadalmakban gyakorló demokráciával, de mégiscsak onnan indult a történet a görögöktől, és már ott az alatt a 200-300 év alatt, amikor a demokráciáról lehetett beszélni, nem egyszer állt elő az a helyzet, amikor a demokratikus döntéshozatal képtelen volt kezelni azokat a problémákat, amiket a politikai közösség kitermelt, és akkor az történt, hogy átmenetileg felfüggesztette magát a demokrácia, felkértek valakit a türannoszra, tehát kineveztek egy diktátort tulajdonképpen, akinek az volt a feladata, hogy elvégezze azt a piszkos munkát, amit demokratikus eszközökkel nem lehetett elvégezni. Mikor a munka el lett végezve, akkor visszatértek a demokratikus szabályokhoz. Rendkívül érdekes, hogy ez a római köztársaság intézményrendszerében is szerepel, ott sokkal jobban volt rendszabályozva,
görögöknél nem lehetett tudni, meddig tart ez a dolog. A rómaiaknál a köztársasági időben a szenátus működését föl lehetett függeszteni 6 hónapig, és a 2 konzul közül az egyiket kinevezték diktátornak. Tehát ott diktátor volt. Volt egy lehetőség. Volt egy ilyen szelep. Na most a modern demokráciákban ilyen nincs. Hát amiatt aggódnak nagyon sokan, hogy visszatér-e egy Türanusz után még. Vissza lehetett érni még egy Türanusz után, igen. Most a nagy probléma mi? A nagy probléma, és ugye ezek az elemzések, amik napjainkban sűrűn születnek a válságjelenség értelmezését, megpróbálván értelmezni azt, hogy mi történik a világunkban, azok arra hívják fel a figyelmet, hogy az a legizgalmasabb és a legtöbb aggodalomra okot adó jelenség, hogy a demokratikus leépülés az tulajdonképpen demokratikus eszközökkel történik meg. Tehát demokratikusan megválasztott vezetők hatalmukkal visszaélve tudják elvégezni azokat az intézményi átalakításokat, innovációkat, amelyek hát tulajdonképpen egy hatalmi túlkoncentrációt eredményeznek. De ez lett volna a következő kérdés, ugye, hogy abszolút demokratikus eszközökkel valósul meg mondjuk a 2/3, és akkor milyen problémákat okoz az abban a játéktérben, amelyben a demokrácia lenni tud, ha egy ilyenfajta koncentráció létrejön? Nézd, ez egy kiváló kérdés. Maga a 2/3 önmagában nem volna probléma akkor, hogyha amögött reális 2/3 volna. A probléma mi? A probléma az, hogy ez a 2/3 a mandátumképzésből adódik, és tulajdonképpen a 2/3 mögött 40%-a van a szavazatoknak. És ez tulajdonképpen pont egy jó példa arra, amire utaltam az imént, hogy a hatalom birtokosainak a lehetőségében áll az, hogy megváltoztassák a demokratikus intézményrendszereket, és rendszerint ezek a változtatások, innovációk azt a célt szolgálják, hogy az újraválasztásokat biztossá tegye, hogy a hatalom fölött gyakorolt civil kontrollnak az eszközeit kivegye azoknak a kezéből, akiknek szerepük lenne elvégezni, vagy feladatuk lenne elvégezni ezt a civil kontrollt. Tehát az aránytalan hatalomkoncentráció jön létre azzal, hogy korlátozzuk az alkotmánybíróságot, hogy úgy írjuk át az alkotmányokat, hogy abból mondjuk kiírtjuk azokat az elemeket, amelyek pont a politikai hatalomhoz való hozzáférés egyenlőségét szavazottak biztosítani. Tehát ezek az innovációk azok, amelyek ezeket a demokratikus, hát amik leépítik tulajdonképpen azokat az egyensúlyokat, azokat a fékeket, amelyek... És van egy tragikus időfaktor benne, mert ugye az ember úgy kalkulál, hogy saját ideje felől próbálja betájolni ezeket a jelenségeket, és az hát egy eléggé pregnáns tapasztalat, hogy egy ilyenfajta intézményi átépülésnek az utólagos újra módosítása és innovációja az borzasztóan időköltséges. Borzasztóan időköltséges, így van. Ugye hát most ami a magyarországi helyzetet illeti, itt aztán még olyan dolgok is vannak, hogy ugye hát egyrészt eléggé nehéz elképzelni azt, hogy mikor merülhet föl eséllyel mondjuk egy hatalomváltásnak a lehetősége ott, de hogyha még ez bekövetkeznék, akkor is vannak olyan módosítások, amelyek azt eredményeztik, hogy létrejöttek olyan intézmények, amelyeknek a nevére olyan szereplők vannak kinevezve, akik életfogytiglan töltik be ezeket a funkciókat, és amelyek a demokratikus folyamatot akkor is el tudják akasztani, hogyha már nem Fidesz van mondjuk kormányon. Tehát ez egy rendkívül érdekes példája annak, hogy mit lehet kezdeni a demokráciával, nem feltétlenül egy rendetes példája. Beszélgetésünk elején említette, hogy a körül viszonylag partalan vita születik mindig, hogy mi is a demokrácia, de hát gondolom, hogy néhány alappillérét mégiscsak meg lehet nevezni, így a referencia kedvéért. Erről beszélgetünk. Nézze, hogyha abból indulunk ki, hogy mi az etimológiai értelme a kifejezésnek, ugye akkor ennek a jelenségnek van két összetevője, a demosz és a kratosz. A demosz az a politika azt az egységet jelenti, a politikai közösségnek azt a hát világos körvonalakkal rendelkező realitását, aminek a tekintetében a demokráciáról lehet beszélni, a kratosz pedig a játékszabályokat, azt, hogy kell megszervezni a hatalomgyakorlást, egyebek. Most ahhoz, hogy demokráciáról beszélni lehessen, arra van szükség, hogy ez a két dolog nagyon világosan és tisztán legyen definiálva. Nagyon sok helyen ugye abból van baj, hogy nem világos, hogy ki tartozik a demoszhoz és ki nem.
hogy a demoszon belül vannak-e törésvonalak, vagy nem, hogy vannak első és másodrangú állampolgárok, vagy nem, hogy mindenki egyenlő eséllyel szólhat-e bele. Ugye ez kisebbségi közösségek szempontjából egy különösen fontos, kardinális kérdés. Van egy nagyon fontos megállapítása egy fontos szakembernek, Robert Dahlnak, hogy lehet a legtökéletesebb a demokratikus procedúráknak a szabályrendszere, ugye kifogástalan lehet, hogyha nincs vitán fölüli megegyezés arra nézvést, hogy mi a demosz, ugye akkor az nem autentikus demokrácia. Tehát magyarán azt mondja, hogy kell léteznie egy alapvető konszenzusnak. Mi most, a konszenzus szerepe? Igen, na most a demokratikus gyakorlatban. A dolog másik eleme, ugye én az egységről beszéltem, hogy ki a demosz, a másik pedig, hogy mi a krátosz. Most nézze, itt a konszenzus az tulajdonképpen nem egy szubstanciális konszenzus kell, hogy legyen, az elképzelhetetlen, hogy minden kérdésben konszenzus legyen. Konszenzusnak kell lennie a játékszabályokra vonatkozóan. Tehát vannak... Tehát mi gyakorlatilag egy hosszú távú építkezést ezt lehetővé. Tehát az, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket mindenki betart, és amelyeket ugye nem változtatunk meg egyoldalúan akkor, hogyha meg lehetővé teszi a helyzetünk, mert ugye mi a demokráciának a lényege? Vannak konszenzusorientált demokráciák, de ezek rendkívül ritkák és nagyon bonyolultan működtethetők. A legtöbb demokráciában a többségi elv érvényesül. De ebben az a lényeg, ugye aminek az a lényege, hogy a többség dönt, és a döntést azt elfogadja mindenki. Miért? Azért, mert az, hogy ki a többség, az egy konjunkturális dolog, és többség bárkiből lehet. Egy kiküzdhető állapot. Egy kiküzdhető állapot. A politikai versenyben ugye a szereplők, ha megfelelően teljesítenek és helyezkednek, lehet belőlük többség, és akkor az ő érdekük az, hogy a játékszabály ne ugyanaz legyen, mint az, amikor ők voltak kisebbségben. Tehát, hogy erre vonatkozóan szükséges föntartani és újra termelni a konszenzust, mert egyébként egy-egy konkrét kérdésben ugye az van, amit az imént mondtam, hogy a többségi elvnek kell eldöntenie, és azt, hogy a többségi elvet hogy hozzuk létre, milyen mechanizmusokkal, az meg hát ugye egy csomó minden egyébtől függ. Említett a kisebbséget, mennyire hasznos vagy élhető, mint kontextus, a liberáldemokrata államberendezkedés, a demokratikus államberendezkedés a kisebbség számára? Milyen gondokat jelent? Hát nézze, ez egy nagyon kényes kérdés, rendkívül kényes kérdés. Tulajdonképpen az a helyzet, én ezzel a kérdéssel sokat foglalkoztam, nagyon rövidre fogva egy bonyolult történetet, azt lehet elmondani, hogy a liberális demokráciához alapvetően az kell, hogy a demosz az homogén legyen. Ahol nem homogén a demosz, ott korrekciókra van szükség. Ott valamiféle koncesszióra, megállapodásra, kiegészítésre van szükség. Egyébként nagyon érdekes, hogyha megnézzük részleteiben is ezeket a demokrácia indexeket, akkor tényleg lehet azt látni, hogy a demokratikus indexek ott nagyok, ahol a kulturális sokféleség mutatói alacsonyak, és fordítva, ott, ahol nagy a kulturális sokféleséget tükröző indikátor, ott általában nagyon gyenge a demokratikus teljesítmény. Na most persze vannak nagyon érdekes kivételek. Mint Magyarország. Micsoda? Hát, mint Magyarország, mondom. Hát Magyarország most egy ideje, ugye a kevésbé jól teljesítő országokra példa noha homogénnek tekinthető, de gondoljunk csak Indiára. Tehát India egy fantasztikusan összetett, bonyolult ország, hatalmas nagy, 383 nyelvről lehet tudni, ennyi nyelvet beszélnek az országban, vallásilag is meglehetősen megosztott, regionálisan óriási különbségek vannak, és az a világ legnagyobb népességét tekintve a legnagyobb demokráciája, amely működik. Működik 1948 óta, elfogadható módon, vannak mindenféle problémák természetesen, de működik. Na most ennél érdekesebb kivételek azok a északi államok, tehát nyugat-európai, illetve észak-amerikai államok, ahol van sokszínűség és van magas demokratikus teljesítmény is. Ugye ezekben az államokban gyakorlatilag rövidre fogva a történetet azt lehet látni, hogy megállapodás van arra nézvést, hogy hogyan fogják föl a demoszt. A demoszt tulajdonképpen részdemoszokból összetevődő konglomerátumotként fogják föl, amely részdemoszok kölcsönösen elfogadják egymást,
és konszenzusra jutnak arra nézvést, hogy mi a krátosz, tehát mi a procedúra. Most mik ezek a részdemoszok? Hát ezek a részdemoszok egyrészt föderatív államszerkezetben föderatív egységek, ugye Kanada, a frankofon közösség és azon belül, vagy azon kívül az őshonos közösségek egy része Kínára példát. Másrészt pedig Nyugat-Európában az autonómiával rendelkező közösségek, ahol az autonóm közösségek tulajdonképpen a demoszon belül egy elismert részdemosz, ugye, amelynek megvannak a megfelelő kompetenciái azokban azokon a területeken, amelyekre vonatkozik az autonóm hatalom átruházás, és tulajdonképpen ez a ára, ez az ára és ez a garanciája annak, hogy nem homogén közösségekben fent lehet tartani a demokratikus játékszabályokat, de nem egyszerű, és hát elég komoly koncesszió kell hozzá. Ott pedig, ahol nincs homogenitás, és a liberális demokrácia modelljét erőltetik, ott ugye erről van egy nagyon fontos munka, egy nagy vizsgálat, ami arra a következtetésre jutott, hogy a liberális demokrácia, amelyben nincsenek korrekciók, amelyek a többségre, a kisebbségekre vonatkozó szükséges kiegészítéseket végzik el, ott bizony a liberális demokrácia homogenizál, tehát ott a kisebbségi közösségek eltűnésével kell egy idő után számolni. A szakmát említette, és ugye azt én tudom, hogy nem foglalkozik prognózissal, de a makropolitikai folyamatok hátterelő, legalábbis olyan vonatkozásban, ahogyan beszélgetésünk elején erről szót ejtettünk, azt mégis csak valamilyen módon látni lehet, hogy milyen tendenciák bontakoznak ki. Így nagyon röviden utolsó gondolatként erről mit tudna mondani. Most nézze, én úgy látom, hogy a demokráciának nincs alternatívája. Tehát ugye, ha a demokráciát, a helyét, a demokráciák helyét a világban valami más veszi át, az csak rossz lesz, senkinek nem lesz jó. Elképzelhető, rövid távon lesznek ilyen regionális tendenciák. Hosszú távon pedig én azt hiszem, hogy a demokráciában benne van az önmegújulás lehetősége. Én azt gondolom, hogy ugye itt még hogyha lehetőség van rá, gyorsan idézek itt két érdekes gondolatot. Az egyik, George Bernard Shaw szokta azt mondani a demokráciára, hogy a demokrácia az az uralmi forma, amelyben megkapjuk azokat a vezetőket, akiket megérdemlünk. És hát ezt ugyan egy kicsit szebben fogalmazza, úgy mondta el Roosevelt, amerikai 34. elnöke, hogy a demokrácia az oktatáson múlik. Tehát, hogyha egy demokratikus berendezkedésű állam nem fektet be a saját oktatásába, akkor azt fogja elérni, hogy a nép, aki dönt, rosszul dönt. Következésképpen ezeket a problémákat, amelyeket most a demokrácia működésében tapasztalunk világszerte vagy a világ fontos térségeiben, az én meggyőzésem szerint úgy lehet megelőzni vagy meghaladni, hogyha a társadalmak elérik azt, hogy a politikai kultúra színvonala megfelelő legyen ahhoz, hogy a népek, ugye a politikai egységeknek a társadalmi alapjai, azok kellő politikai kultúrával hozzák meg. Hát ezzel zárjuk akkor. Felhívás is reménykeltő végzárszó is. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm szépen.